Ismételten köszöntöm a Csillagpont Rádió hallgatóit, és most már köszöntöm a stúdió vendégeit is, Csopják Judit felkészítő tanárt, a Miskolci Ferenci Sándor egészségügyi szakgimnázium felkészítő tanárát, szaktanárát, és köszöntöm a nyerteseket, most a udvariassági szabályok betartásában először a hölgyet, ugye, Fannit, mégpedig Varga Fannit, és Varholik Dávidot, akik kitűnően szerepeltek a közelmúltbéli megméretetésen a Szakmasztár Fesztivál keretében. Mielőtt azonban a sikerekről beszélnénk, amelyhez persze először szívből gratulálok, a felkészítő tanárnak is, akit először arról kérdezek, hogy milyen előzményekre tekint ez vissza. Hát ugye lubiszkolni a sikerben az nagyon jó dolog, akkor már, amikor fellélegzik az ember, mikor már túl van az úgynevezett examenen, de hát előtte azért elég szoros időszak van, nem? Így van. Sok tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Hát ugye mi már a diákokkal, idestova harmadik éve, hogy együtt vagyunk, hiszen ők 2015-ben iratkoztak be hozzánk ápoló képzésre, és most ebben a 2017-ben volt egy felhívás január végén, amikor tulajdonképpen az ország egész területéről keresték azokat az ápolókat, akik megmérettethetik magukat ebben az országos versenyben. Volt nekünk egy fordulónk valamikor március környékén, ebben az előválogatóban a diákoknak három feladatot kellett elvégezni. Legelőször is volt egy angol nyelvű interjú, ahol a gyerekeknek meg kellett mutatni, hogy az angol nyelven milyen tájékozottak. Utána volt egy 30 perces írásbeli feladatlap, ami szintén 75%-a angolul volt. Tehát angolul tették fel a kérdéseket, angolul kellett válaszokat adniuk, illetve ápolási terveket készíteniük. Nem volt könnyű, de azt gondolom, hogy nagyon ügyesek voltak, hiszen nagyon magas pontszámmal oldották meg ezeket a feladatokat. És a harmadik fordulóban pedig egy ilyen szituációs feladatot kellett ellátni, egy kórteremben egy beteget kellett tulajdonképpen tanácsokkal ellátni, életmódbeli tanácsokkal, mondjuk egy cukorbetegségben szenvedő beteget. És ezt követően boldogan vettük azt, hogy a gyerekek bejutottak, Dávid a negyedik helyen, Fanni pedig a hatodik helyen jutott tovább, és 2017. április 25-én, illetve 26-án került megrendezésre a Hungexpo-nak a területén, a Szakmasztár Fesztivál keretében az Euroskill 2018-as budapesti nemzetközi versenynek a döntője, ahol a diákoknak szintén két szituációban kellett helytállniuk. Az első napon egy elsősegélynyújtási feladatot kellett elvégezniük a betegnek az otthonában, a második napon pedig egy szakrendelői környezetben mérhették össze a tudásukat, és nagyon-nagyon boldogan vettük azt, amikor volt az eredményhirdetés, hogy Varholik Dávidunk az első helyen, Fanna pedig a hatodik helyen végzett. Dávidunk és Fannink meg itt van. Egyébként hány résztvevője volt, ennek lehet tudni? 44 fő pályázott, a 44 főből 8 fő jutott tovább a döntőbe, és a 8 főből lettünk első és hatodik, illetve 44 fő volt. Igen, igen. Az elődöntőben. Akkor most a legsikeresebbek következnek, ugye? Legalábbis hazai viszonylatban nálunk. Tényleg szívből gratulálok, Fanni. Kezdjük azzal, hogy féltél, izgultál? Mi volt a legnehezebb benne? Nagyon-nagyon féltem. Amúgy ilyen izgulós típusú vagy? Én nagyon-nagyon rászoktam izgulni ezekre a dolgokra, de próbálok összpontosítani, de nagyon-nagyon-nagyon izgultam, tehát nagyon féltem, hogy mi lesz, hogy fogok teljesíteni, eszembe fog-e jutni minden ott, amit meg akarok csinálni. Ez olyan, hát vizsgához hasonló hangulat, mert nem lehet persze máshoz hasonlítani, de azért mégis egy másfajta, más jellegű. Igen, igen, azért egy kicsit másabb, mert ott azért kamerák vannak, fényképeznek folyamatosan, ki vagyunk hangosítva, azért más az, mint egy vizsgán, ott csak a vizsgabizottság hallgatja, hogy mit beszélünk. Magatokra voltatok utalva teljesen? Vagy igen, az, igen, teljesen, tehát ott nekünk kellett mindent megoldani. De tehát egy egészséges versenyszellem az biztos, hogy uralkodott, ugye? Persze. Azt szerintem mindenkinél munkálkodik ilyenkor. Na most az, hogy ti ketten voltatok, Dávid, az mindenképpen, hát egyrészt ellenfelek vagytok valahol, de tulajdonképpen kart-kartba ütve kellett menni, mert ti képviseltétek a Ferencit, nem? Hát persze, muszáj volt, mert első nap, hát az még nem volt olyan rizikós, az állat, mondom, nem vagyok izgulós, rendben csináljuk, megcsináltuk, könnyű volt, gyors volt, hátha. Aztán este úgy gondoltuk, hogy na jó, ez lesz a hosszabb feladat, 40 perc van rá, jó, akkor összeültünk, átbeszéltük, hárman este 11-ig beszélgettünk, mit, hogy mondjunk, merre, mivel kezdjük, úgyhogy utána még másnap úgy gondoltam, hogy hát, nem mondom, átestem a tűzkeresztségen,
mondom, király lesz minden, erre meg fú, már alig bírtam befásizni a beteg lábát, mikor ott voltam. Nagyon izgultam egyébként. Hát végül is az izgalom az jó sikerhez vezetett, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog. Menjünk vissza korban, meg években egy kicsit. Ugye mindketten a Miskolci Ferenci Sándor Egészségügyi Szakgimnázium tanulói vagytok, vagy most már, illetve úgy mondom, hogy már befejeztétek a konkrét odajárás, most már a vizsga következik, a vizsgaidőszak idejét éljük, de előtte hol szereztetek érettségét, te Fanni például hol? Én Kazincbarcki János Ágvári Endre Gimnáziumban érettségiztem. Mi szerettél volna lenni, vagy mi szeretnél, azt majd más kérdezem, mert szerintem a kettő nem ugyanaz, ugye? Hát nem. Ugye? Jól értem, vagy érzem. Hát igazából akkor még nem éreztem magam felkészültnek arra, hogy egyetemre menjek, úgyhogy azért választottam a Ferencit, mert ugye az egészségügy érdekelt csak, kizárólag, és azért választottam ezt a szakot, hogy majd egy jó alap lesz ez az egyetemhez, úgyhogy majd jövőre be fogom adni a jelentkezésemet a Debreceni Egyetemre, az orvosi karra. Mi az, ami az egészségügyre felhívta a figyelmedet? Igazából nálunk nagyon sok egészségügy is van a családban. Igen, és nem titok motiváltak. Az, ugye? Megmondhatod. Persze, akkor? Megmondom. Anyukám, ő Vargáné Ceglid Ilona, ő már részlegvezető ápoló a Kazincbarcikai kórházban. Igen, már 27 éve dolgozik ott. A keresztanyám szintén ápoló, ő most kint van Svédországban. A keresztapukám orvos, a nagynéném pedig védőnő. Tehát Budapesten. Akkor itt megvolt az indítatás, igen, az indíték. És akkor így jöttél a Ferencibe. Te a te esetedbe, Dávid, hogy volt, mint volt? Hát nekem úgy volt ez az egész, hogy nekem nagy álmom az volt, hogy testnevelő edző leszek, mert... Látszik én... rajtad egyébként, olyan kigyúlt vagy, hogy csuda. Hát már annyira sajnos nem, de... Összeszakadtál? Hát milyen lehetél akkor, amikor még nem... Úgyhogy, hát igen, ez nagy álom volt, de hát sajnos ez nem jött össze, és akkor utána úgy gondoltam, hogy elmegyek a Ferencibe, és egy ilyen a pótjelentkezés utáni két héttel oda mentem, és mondtam, hogy hú, de jó lenne valamire jelentkezni, és akkor láttam egy gyógy- és sportmasször, akkor elvégzem ezt, ad valamilyen kis masszőr alapot, és akkor utána egyetem. És akkor hát úgy volt, hogy beírtam mellé a csecsemő ápolót is, csak úgy viccből, és akkor mondták nekem ott, hogy hát ez a masszőr, ez már telítve van, akkor te most egy csecsemő ápolóra mész, és akkor pont úgy volt, hogy akkor találkoztunk Fannival a legelső napon, ott ültünk mind a ketten, hogy ki mire fog menni. És akkor mondta, hogy nem, jó, akkor valami más, és akkor mondták ott, hogy jó, akkor menjél ápolóra. Mondom, jó van. Teljesen idegen volt az egész tőlem, semmi egészségügyi dolgozó nincs a családban, meg semmilyen indítatás nem volt e felé. Hát és ha csak akkor... az nem, hogy a sportvonal, meg az egészség úgy azért összehozható, ami eredetileg igen, akartál. Igen, úgy igen, és akkor hát úgy volt, hogy jó, akkor oda beiratkoztam, és akkor jó, sokan voltunk, 33-an kezdtük, fú, man, tényleg jó, sokan leszünk. És akkor jött az osztályfőnökünk is az iskolába, ő is új volt, mindenki új volt, és akkor így nagyon össze kellett rázódni. És utána így megszerettem egyébként. Beleszerettél. Így van, így van. Hát az jó egyébként, hogyha ilyen véletlenek játszanak szerepet abban, hogy bekerül az osztályba, de ha az ilyen sikereket ér el, arra mindenképpen, vagy ő rá mindenképpen büszke az ember, ugye, Juditka? Én azt gondolom, hogy nagyon büszkék vagyunk mind a kettőjükre, sőt azért még azt hagyd mondjam el, hogy a mostani siker mellett Fanni tavaly ugyanezen a versenyen, csak akkor a World Skill volt, ő a negyedik helyezést érte el országosan. Tehát... Akkor miért beszélsz te arról, hogy izgulós vagy, mikor itt aratott sorra a bérokat. Most azon kívül, hogy izgultatok, a feladatokról egy kicsikét beszéljünk. Még te adós vagy nekem azzal, hogy hol szereztél érettségi bizonyítványt. Ja, igen, én a jezsuita gimnáziumban és úgy kerültél ide a Ferencibe. Azt most már tőzsgyökeres ferenciseknek mondhatnak titeket, meg öregbítették a Sövi hírnevét mindketten, ugye? A feladatokról, Fanni, beszélj nekem. Mi volt az, ami nagyobb kihívást jelentett egyébként? Hát igazából mind a kettőben volt kihívás. Az első napban ugye egy sérült volt, aki 3 méter magasról leesett, és körülötte vértócsa volt, és meg kellett keresni a vérzés helyét. Ugye ebben a pillanatban az embernek gyorsan kell gondolkodnia, hogy most akkor honnan jöhet, milyen sérülései lehetnek esetleg, hogy oldjam meg, és ugye figyelni kell a fontossági sorrendet is, tehát hogy a vérzés az ugye mindent felülír. Úgyhogy az első nap az volt, hogy meg kellett keresni a helyét, hogy hol vérzik, és hogy lássam el, meg hogy ugye biztonságos környezetet biztosítsak, mert ugye annál a feladatnál nem jó
tehát abban a környezetben nem jó, hogyha a beteg még jobban megsérül. Igen, erre biztos meghatározott idő állt rendelkezésre. Igen, 30 percünk volt az első nap megoldani a feladatot. A második napban meg az volt a nehéz, hogy ott sok mindent kellett abban a 40 percben részletesen és lényegre törően elmondani és megcsinálni, tehát a betegnek mindent átadni. Hasonlóan érzed te is, Dávid, hogy így volt a nehézség? Hát igazából én úgy gondolom, hogy az első feladat az nem volt egyébként nehéz, csak ott az volt a lényeg, hogy lehet, hogy sok időnek tűnt, ami volt rá, de igazából, hogyha megnézzük azt az alapsémát, ahogy a mentősök dolgoznak, akkor tudják ők is, hogy lehet, hogy most erre volt 30 perc, de ezt pörgősen kell csinálni, ritmusosan, gyorsan, és nem kihagyva semmit, nem hanyagul, és ezt is össze kell úgymond párosztatni, és igazából mi tanultunk persze egészségügyi alapokat, de ez igazából úgy gondolom, hogy ez ilyen mentős feladat volt, de szerintem így is jól helyt álltunk rajta egyébként. Hogyha nem igazán értem az angol nyelvtudásra szükség van, nem ez a gondom, hanem nem igazán értettem azt a betélkedés során, vagy a verseny során, hogy az angol nyelvnek ilyen központi szerepe van. Azért van központi szerepe, mert az Európa-bajnokságot, amit majd 2018. szeptemberében fognak itt nálunk Budapesten megrendezni, ott angolul kell az egész szituációt, tehát magával a beteggel való kommunikáció, illetve a betegellátás angol nyelven fog történni. Tehát ahol majd Dávid képvisel bennünket, ugye, ott már. Hát ez azt jelenti, hogy magas színvonalú tudással rendelkeztek angol nyelvismeretből is, ugye? Mindketten. Hát angolból csak az jutott tovább egyébként, az írásbelire, aki az angolon tovább jutott. Tehát ott már csak 16 ember volt. Az már egy komoly szűrő volt. Igen. Milyen kapcsolatokra tettetek szert a két nap során? Hát igazából úgymond sok emberrel találkoztam, én így, hogy elsőre ott voltam, ilyen úgymond, aki ilyen vezető beosztásban van, és egyébként gondoltam, hogy hát mondom, hogy biztos azért egy néhány szinte úgymond magasabban lesznek, mint én esetleg úgy kiállásban, meg tekintély, meg minden, de egyébként meglepő, de egyébként ők is ugyanennek, mint egy átlag ember. Szóval úgy köszönnek, úgy viccelődnek, meg minden, úgyhogy nagyon pozitív volt, és sok embert meg lehet ismerni egyébként. Szóval majdnem, hogy nem ilyen baráti hangulat uralkodott akkor. Igen, volt, aki külön mondta, hogy inkább tegezzük, és ne az, hogy magázzuk, meg stb., úgyhogy ez nagyon jó volt. És amikor megtudtátok az eredményt, az milyen érzés volt? Kezdjük Vannival, jó? Először. Hát... jó érzés volt végül is, de... De ilyen heuréka, ugrálás, kiabálás, ilyesmi nem volt? Én nem igazán, ne? Mert én azért egy kicsit többre számítottam. Tehát nem őket okolva, hanem saját magamat, hogy azért egy kicsit többet vártam volna magamtól. Magadtól? Hát igen, lehet, hogy olyan napod volt. De egyébként nem rossz ez. Tehát, persze, hogy nem országos rossz. Szinten nézzük, akkor... Persze, nem. Hogy nem. És te, Dávid? Ó, hát nekem nagyon izgalmas volt. Hát... elég érdekes, és néztem ki, hogy úgy mondjuk, mert hát igazából úgymond az ünneplős cipőm az, hát az úgy ott maradt a szálláson. Na, itt van valami titok, ahogy rátok nézem, mind a hárman összeveredtetek. Nem, az volt, hogy volt az legelső selejtező rész, akkor hát nyilván kiöltöztünk, stb. És akkor hát jöttünk hazafelé a busszal, minden, hát így van, Dávid ügyesen ott hagyta az akuját, meg a nyakkendőjét a buszba, és az szépen ott delelt 3 hétig a tanáriba, és akkor még szerencsé, hogy volt ott egy másik zakum, hát felvettem azt, minden szuperring, stb., csak hát a nyakkendő még benne maradt. És akkor egy Dávid szépen ingbe minden, hát csak mi hiányzik a nyakkendő, ami megadja úgymond a formát. Hú, és aztán ott ültünk 2,5 órája, már mindenki unta igazából ezt az egész eredményhíret, és akkor ott a lényeg, hogy... igazi őszinte diák vélemény, és, a győztes véleménye. Így van, és akkor utána meg... ahogy a konferátorok mondták, hogy hát jó, akkor Skills Hungary ápolás, stb., és akkor nem is hívtak először oda minket, hanem egyből mondták, hogy tattarattata, harmadik hely. Jó, következő, tattarattata, második hely, fú, már szívem majd kiugrott, mondom, milyen gáz, úristen, még a dobogóra se jutok fel, mondom, ez volt a cél, és akkor mondja, hogy Varholik Dávid, és akkor én gyülök, csend is hullaszag, el kéne indulni. Nagy komótosan elindulok, megigazítottam magam, és hol akkor utána felsétáltam. Hát igen, az úgy lemaradt, de utána felsétáltam, először elsétem, utána lejöttünk onnan a dobogó, és vigyorogtam, mondom, ez az. Ez nagyszerű. Hát ez, ilyenkor megindultak utána, gondolom, a telefonos gratuláció. Az biztos, az, így van. Az. Így van.
Hát én javaslom, hogy most ebben a hangulatban, mert visszaidéződik egy kicsit ugye az az euforikus hangulat, ami minden verseny kísérője, pláne ha sikerrel jár, tartsunk egy kis szünetet, hallgassunk zenét, és azután folytatódik majd a beszélgetés, jó? Rendben. Rendben. Sikerekről és a sikerhez vezető útról beszélgetünk itt a Csillagpont Rádió stúdiójában a Miskolci Ferenci Sándor Egészségügyi Szakgimnázium felkészítő tanárával, Csopják Judittal és a sikereket magukénak mondható sikert arató diákokkal, Varga Fannival és Varholik Dáviddal, akik a Szakma Sztár Fesztiválon jeleskedtek, és majd még jeleskednek, Dávid, legalábbis te ugye a következőkben is jövőre. Szóval arra lennék én kíváncsi, mit jelent az iskolának az ilyenfajta megméretetés, mert most eszembe jutott, hogy itt a Csillagpont Rádió műsorában is, nem is olyan régen, a szakmák éjszakája kapcsán szerepeltek, és tudom, hogy milyen óriási elánnal készülnek, próbálják a gyerekekkel nem csak megszeretetni, ugye először megismertetni, majd megszeretetni az, ezt a szakmát, de hát van az iskolák között is egyfajta egészséges rivalizálás. Ilyenkor, amikor ilyen nagyszerű diákokkal jeleskednek, akkor az mit jelent? Én nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá az iskola nevében, és én ezt mondhatom, mint osztályfőnök nevében. Annyit még előtte hagy mondjak már el, hogy valóban nagyon-nagyon sokat készültünk, és nagyon-nagyon sokat dolgoztunk ezért a sikerért. Nagyon sok délutánunkat rááldoztuk, illetve a délelőttünket rááldoztunk erre. Én azt gondolom, hogy egy iskolában az, hogy milyen szakmai felkészítés folyik, azt egyértelműen azt mutatja, hogy a gyerekek milyen eredményt érnek el ezeken a versenyeken. Az nem baj, ha azt a sok feláldozott délutánt részletezzük egyébként, mert hát az az út vezetett a sikerhez. Így van. Tehát lement a rendes, hivatalos oktatás. Így van. És ezúton szeretném megköszönni azoknak a kollégáknak is, akik tulajdonképpen 13., 14. és a 15. évben ezeket a szakmai tantárgyakat mind elméletben, mind gyakorlatban a gyerekeknek eladták, illetve leadták ezt a tananyagot tulajdonképpen. És még hogy említsem el meg Demeter János Szabolcs tanárónak, aki segített nekünk az első segélynyújtási feladatoknak a felkészítésében. És délutánonként még azokat a plusz tudást, illetve azt a plusz elméletet, illetve azokat a plusz gyakorlati feladatokat, készségeket, illetve egy picit a probléma megoldó készségeknek a megoldásának a fejlesztését, amiket végeztünk délutánonként. Illetve még annyit el kell mondanunk, hogy kaptunk egy kis segítséget a versenynek a felkészítésében, hogy kaptunk egy útmutatót, hogy milyen problémák, illetve hogy milyen feladat várható, és abba beleásni magunkat, és abban tovább a specialitásokat tovább fejleszteni, illetve tovább tanulni, ezeket a feladatokat végeztük délutánonként. Kellenek olyan lelkes emberek, mint ön, meg Demeter János, ő is szerepelt, vagy gyakran szerepel a Csillagpont Rádió műsorában, és emlékszem a ugye élharcosait az első segélynyújtásról, olyan nagyszerű 10 percet mondott el, hogy az a minél többen tudják, vagy sajátítsák el a legfontosabb tudnivalókat, mert hát valóban életet mentett. És tudom, hogy ő is egy nagyon lelkes ember, népszerű pedagógiai szinten is, ugye? Így van, ő is nagyon szép sikereket szokott elérni az első segélynyújtási csapatunkkal, tehát az országos szinten mindig ott vannak az első háromba. Most azt mondjátok meg nekem, fiatalok, hogy ugye Fanni mondtad, hogy a családban sok egészségügyi foglalkozású, érdekeltségű tag van. Nálatok, Dávid, ez nem jellemző, viszont van véleményetek, 22 éves embernek, fiatal hölgynek van véleménye a hazai egészségügyről, amelynek ugye pillanatnyilag oszlopos tagjai vagytok, úgy, mint kikerülő diákok, vagy majd, mint leendő dolgozók, bár Dávid, te tőled még nem igazán hallottam, hogy milyen területen akarsz majd igazán munkálkodni, az egészségügynek milyen területén, vagy máshol? Hát nekem az a terv egyelőre, hogy mindenféleképpen ápolóként először elhelyezkedni. Tehát akkor már az az egészségügyben. Így van. Igen. Na akkor megkérdezem a véleményeteket, mert mostanság, ugye nem titok, nem sok jót hall az ember az egészségügyről. Ti mégis ide szegődtetek. Fanni? Igazából egyébként ez egy nagyon szép hivatás, mert ez nem munka. Ez hivatás, ez csak azt tudja csinálni, aki tényleg belássa magát, és tényleg a másik ember bőrébe is tud bújni, viszont meg tudja tartani azt a határt. Tehát azt a határt, hogy ő már nem billen ki. De drágám, még fiatal billen vagy, és van egy olyan kérdésem is, hogy amikor majd neked családod lesz, és ugye az anyagi megélhetés, az igen
fontos kérdés lesz, hogy a gyereked etesd, iskolába járasd, és a többi. Mert most még otthon vagy, tehát ezek a gondok réged kevésbé érintenek, kevésbé foglalkoztatnak, gondolom én. És ez így természetes. De hát, ha azt is mellé teszed, akkor hogy van ez? Akkor ez a hivatás, ez hogy működik? Hát igen. Ez nagyon sok lemondással jár, tehát azért lehetne, hogy mondjam, emelni ezt a színvonalat, tehát az egészségügynek a színvonalát lehetne emelni, tehát fejleszteni kellene. Meg nagyobb figyelmet rá. Nagyobb figyelmet kellene fordítani, igen, arra, hogy sokan betegek ebben az országban, és sok ember dolgozik ebben. Tehát azért nap mint nap fel kell hajnalban, hogy elmenjen dolgozni, és ez nem csak az ápolókra vonatkozik, ez mindenkire persze, vonatkozik. És képezi magát, mint ti. Dávid, egy mosolygós fiatal srác lehetsz, ugye, mert állandóan mosolyog. Ez jó egyébként, az sokkal jobb, mint amikor az ember borongós társaságban van, népszerű vagy, ugye, a fiatalok között? Hát, ez nagyon jó kérdés. Magadról nehezen, de én úgy gondolom, hogy ezt kimondott te, mert népszerű. Olyan típus van, ugye? Népszerű. Felkészítő tanár, igen, nem? Úgyhogy akkor biztos, hogy így van. Szóval te hogy gondolod ezt, ugye? Mondtad, hogy ápolóként akarsz tevékenykedni az elején mindenképpen. Így van. Hát van egy olyan terv első körben, igazából rengeteg alternatíva van, és hát meg lehet éppen mindet valósítani, csak hát időigényes. És ezt titok? Nem. Az első kör az, hogy igazából én nagyon el tudnám képzelni magam, mint hogy így, hogy testnevelő edző után, így ilyen tanári pálya, és hogy amíg dolgozok, közben lerakni esetleg a főiskolás diplomás ápolót, és akkor az egy 4 év levelezőn, és még utána van 1 éves, most már szerencsére elindult Miskolcon ez a szaktanár képzés, az pedig rá plusz 1 év, és utána pedig el lehetne menni tanítani. Tehát inkább a pulpitus másik oldalán képzeld el magad, tehát nyilván először gyakorlatot szerzel, meg tapasztalatot szerzel. Mindenféleképpen, hát a tapasztalatokra épül igazából minden, mert lehet, hogy valakinek az elméleti tudása az egekben van, de attól függetlenül, hogyha nem tudja esetleg úgymond történetekkel, sztorikkal úgy alátámasztani, ami nem kitalált, és már azt megérzik szerintem a diákok, hogy mi igaz és mi nem. És ez jó, ugye hallani tanárnő? Nagyon-nagyon jó. Így van, és ha tudjuk, hogy most is van olyan tanárunk, aki még mindig vissza jár dolgozni, és van olyan, aki rendszeresen dolgozik a úgymond részmunkaidőbe, és ő is tudja mondani, hú, ez volt tegnap, az volt tegnap, érdekesebb az óra, érdekesebb az egész, meg hogyha esetleg mi is bejövünk gyakorlatra, és ugyanott vagyunk, mint ő, akkor meg tudjuk nézni azt a beteget, hogy megnézzük, hogy ezzel mi történt, hogy történt, megnézzük, tényleg így volt, és akkor utána beszélgetni is tudunk róla, és érdekes egyébként, és így jobb az egész. Na most itt a zene alatt mi az internet segítségével ide varázsoltuk azokat a képeket, vagy legalábbis a képek egy részét, amelyek a vetélkedőn, a versenyen készültek. Én megkérhetlek titeket arra, hogy egy kicsit úgymond kommentáljátok az eseményeket. Itt látok egy olyan képet, ugye, amelyen ruhába vagytok beöltözve, tehát a ápolói ruhába, ugye? És itt még valamiféle eligazító megbeszélés van. Dávid, téged is látlak, téged egy kicsit takarnak, Fanni, de itt 6-7 fiatalban. Ez mikor, hol készült, Dávid? Ez volt a hétfő reggel, és akkor úgy kezdtük, hogy bementünk, bemutatkoztunk, és utána pedig szóltak nekünk, hogy na hát akkor öltözzünk át, és elmondták, hogy akkor kezdünk, és úgy kezdjük majd, hogy sorsot húzunk, meg lesz az első feladat, mindenki kihúzta a számát, én a 8. lettem, Fanni pedig az első, úgyhogy ezt így jól belehúztunk. Rendesen. És utána pedig mondták, hogy csináljunk egy csoportképet. És ez az a csoportkép. Utána én nem tudom, hogy sorrendben ez így van-e, de itt kitűnően lehet Fannit látni, amint egy földön fekvő férfit, gondolom, hogy elsősegében nyújtásban részesítesz, vagy vizsgálsz, vagy mit csinálsz? Igen, artériás vérzése volt, és azt állítottam el. Ez az, amire utaltál például, hogy ilyen feladatok igen. voltak, és ugye idő, meg a meghatározásnak igen. milyen nagyon igen, igen, fontos. Ez volt az első napnak a feladata, és ugye én kezdtem. Úgyhogy ez volt az elsőnek lenni hálás is, meg hálátlan is tulajdonképpen. Én emlékszem arra, hogy voltak olyan évfolyam társaim, akik azt mondták, hogy engedj be előre, mert én nem készültem. Akkora ötössel jöttek ki, hogy utána mindenkinek frász tört ki, mindenkit, hogy utána hogy kell bemenni. Na most itt megint Dávidot látom a következő képen, két idősebb felnőtt társaságában. Így ők van. Kik? A fiatal ember,
az Varga Tamás, ő tavaly éven vett részt Göteborgban ezen a versenyen, mert ő is első lett, és akkor ő úgy tudott tovább jutni, a másik pedig dr. Mátra István, ő pedig szervező volt. Jó ez, hogy ő is első lett, ugye jó neked kimondani, ezt az is szólt. Hát itt megint látom, hogy vagy vérvétel, vagy ez az a bizonyos mentős tevékenység, ami ehhez hasonlítható leginkább. Aztán nem akarok itt minden képen végigmenni, de egy képnél itt megragadok, és most már is nem titeket kérdezzek, hanem a tanárnőt, mert itt vagytok, mosolygós felvétel rólatok, itt már tudjátok az eredményt? Itt még nem tudjuk az eredményt, itt éppen a eredmény hirdetésre készültünk, illetve foglaltunk el a helyünket, és mondtam, hogy szeretnék egy képet készíteni, és visszatérve az eredmény hirdetésre, én azt gondolom, hogy elmondhatatlan az az érzés, amikor elmondták, hogy milyen eredmények születtek, és amikor kimondták a Dávidnak a nevét, és... Aki itt a következő képen már ott áll a dobogóján. Dobogó első helyén van. Volt az a bizonyos felsikítás részemről, azért azt mondtam, már elmondhatom, illetve Dávid még ki is nevetett, azért az örömkönnyek is elindultak. Az biztos, igen. Hogy fogadtak a suliba titeket? Hát most először a suli fordítva, és utána a család, jó? A suliba hogy ezzel a hírrel? Mikor... Hát igazából jó darabig után, hát nem is tudom, nem mentünk iskolába, mert ugye szerdán végeztünk, az egy gyakorlatos nap. Csütörtök, péntek gyakorlat, ugye bár, és aztán jött a hétvége, és úgy egy ennyi volt körülbelül a suli. Azért ebben a formában ez így nem igaz. Azért azt el kell mondani, hogy amikor ez megvolt, akkor utána rögtön elindultak a telefonok. Igen. És ugye a legelső természetesen igazgatónőt hívtuk, ugye először az igazgatónő, utána jött a család. És amikor elmondtuk az örömhírt, akkor utána azért jöttek visszafelé telefonok, és mindenki gyönyörű szépen sorba fölhívott minket, hol engem, hol a diákokat, ki kit hívott, és küldték egymásnak a gratulációkat, tehát nem mondom én, hogy az olyan eufórikus állapot az ember életében kétségtelen. Meg hát az egy iskolát képviselni és így szerepelni, az egy nagyszerű érzés, ugye? Így van. Na most neked ezzel még nem ért véged, Dávid. Hát nekem neked nem folytatás van. Hogy fogsz erre készülni? Vagy ez hogy történik? Ugye ez 18, nem tudom mikorjában. Október. Októberiben. Hát az már egy nagyobb megméretetés lesz. Hát ez úgy lesz, első körben annyit mondtak, hogy majd fel kell járnom esetleg felkészítésre Pestre, de hogyha itt dolgozok majd Miskolcon, akkor itt is lesz olyan személy, akit kijelölnek, hogy neki úgymond elküldik az anyagot. Tehát akkor a Judit tanárnőt elveszíted, mint felkészítő tanárnőt? Nem. Ez így ebben a formában nem. Mert... Ezt már megtanultad tőle, mert az előbb ugyanezt mondta. Igen. Hát nem tudom, hogy ők jelölik ki, vagy sem, de szerintem, hogyha azt mondom, hogy legyen akkor tanárnő, akkor neki is ugyanúgy el fogják küldeni. És emellett majd fel kell járni Pestre, és Pesten is lesz ilyen feladat, meg mindenféle elvileg. Nem tudom, nem voltam még rajta, úgyhogy... Jó lenne, ha hasonlóan ott a dobogón fejeznéd be azt a megméletetést, hát igen, ugye? Nagyon, nagyon szuper, de nem tudom, hanyan leszünk, hogy leszünk, hány országból, úgyhogy izgalmas lesz. Tulajdonképpen még van, jócskán van idő azért a felkészülésre, meg az izgalomra. Igen, van idő, de szerintem ez nagyon hamar el fog menni, illetve részemről annyival szeretnék még hozzáfűzni, hogy nem tudjuk, hogy hogyan fog ez történni, de én mindenféleképpen, ha más nem önszorgalomból, mindenféleképpen szeretnék ott lenni Dávidnak a további felkészítésében. Hát azt hiszem, hogy Dávid tekintetéből meg ezt látom, hogy örömmel fogadja. Igen. Mondjad, akartál meg? Hát még annyit, hogy meg tényleg annyiból lesz most ez jó, hogy hát egy szinten negatívum is, hogy most a jövőjét az pont Budapest nyerte meg, és nem megy úgy sehova. Helyben, így van, helyben van, de ez tényleg annyiból is jó, hogy itthon leszünk, hazai környezetben, és ha úgy van, hogy aki szeretne, ismerős barát, barátnő, család, ők fel tudnak jönni, nincs messze, és meg tudnak nézni, és tényleg az olyan dopping az egész, mert igen, amikor feljött úgymond az osztály, meg az iskolából jöttek a második napon, és pont engem láttak, és akkor hú, izgalmas volt, és úgy tényleg úgy nyomták fel bennem az adrenalint, hogy csinálni kell, jól kell szerepelni, utána az lesz, hogy szívni fogják a vérem. És tényleg nagyon jó volt. Hogyne, hát a hátránya, vagy a negatív, meg az, hogy pont határainkon belül van, mert azért lehettél volna mondjuk... Norvégia lett a második hely. Úgyis olyan sokan járnak Norvégiában Miskolcról, biztos hallottatok a kutya szánhúzó verseny győzteséről, a miskolci hölgyről, Szigetvári Eszterről, úgyhogy hát majd legközelebb, mert nyilván dolgozóként milyen lehetőség van erre a megméretetésre?
Vagy ez csak iskolásoknak szólt? Ez csak, nem, ha jól tudom, nem csak iskolásoknak szólt. Itt egyedül az a szempont volt megadva, hogy az 1994. életévé után született tanulók jelentkezhettek, és ha jól tudom, itt még a dolgozók körében is meg volt hirdetve. Mert hogy Dávid is dolgozóként megy majd a következőre, tehát van. Itt van egy. És azt hiszem, hogy talán a 25. életévét még nem töltött be, személyek jelentkezhetek erre a versenyre. Hát ez mindenképpen az ember pedigréjében jó szerepel, nem? Igen. Én pontosan ezt mondtam, hogy én nagyon sajnálom, hogy nekik a szakmai vizsgában ez nem számít vele, hiszen mondhatjuk azt, hogy teljes mértékben lefette a felkészülési tananyag a szakmai vizsga tananyagát, hogy nagyon-nagyon jól fog mutatni a szakmai önéletrajzába, mert mondhatom azt, hogy nem mindenki írhatja le kezdőként, hogy egy Európa-bajnokságon fog részt venni, az, hogy egy országos bajnokságon első helyezett, negyedik vagy hatodik helyezett lett. Milyen jó jön az orvosi felvételinél például egy ilyen, bár biztos, hogy szóba kerül. Igen, ezt figyelembe fogják venni. Tehát a felvételinél az első, az országos első 10 helyben, aki benne van, azért pontok érnek. Tehát azért kemény pontok. Na, hát akkor azért csak jó az ilyen. Most akkor térjünk egy szoros, másik szoros időszakra. Ugye suli véget ért, effektíve, de megint csak kezdődik egy kemény időszak. Le kell tenni a vizsgát. Hogy csináljátok? Mit csináltok? Hogy készültök? Tanulás. Na, hát az a legegyszerűbb válasz így egyébként. Hát már megvannak a tételeink, úgyhogy... Aki is van nyomtatva, tehát nyomtatott formában. Te hogy szoktál tanulni, ugye előre? Én úgy emlékszem vissza, hogy nálam ez volt. Minden napra az ember elosztotta, hogy hány tétel, és akkor legyen még 2-3 nap idő arra, hogy ismételje. Na, ez soha nem jött össze egyébként, mert mindig becsúsztam abba a 2-3 napba. Nem tudom, hogy a ma diákja hogy csinálja. Igazából nekem erre nincsen úgy konkrét tervem, tehát én össze-vissza szoktam tanulni konkrétan, tehát azt, amelyiket tudom, hogy nehezebb, azokat szoktam előrébb venni, vagy az, ami úgy nem érdekel. Ami meg könnyebben megy, azokat a végére hagyom, mert azt tudom, hogy csak átnézem, és akkor kész is van. Hány, milyen vastag könyveket kell átnézni? Hát körülbelül a tétel ez egy ilyen 3-4 centi vastagságú. Jó sok matéria lehet benne, ugye? Igen, AB része van. És te, Dávid? Hát igazából nekem a tanulás nem a negyre szortom, én inkább, gyakorlati ember vagy. Igen, első körbe, és én igazából úgy hallás után tanulok úgy igazán. Hát ezt hogy érted? Hát, hogy igazából, ha nekem úgymond valamit elmondanak, akkor azt utána sokkal könnyebben mondom vissza. De hogyha mondjuk úgy átolvasok egy oldalt, akkor azt úgymond én nem is tudom. Nehezebben ilyen... fogadja be a fejed? Nem, hanem azt is egyébként egész jól, azt csak úgymond igazából úgymond így lefényképezem körülbelül, és próbálom úgymond visszaadni, hogy meglegyen a logikája felépített dolgoknak folyamatosan, és... tényleg egyszerűen jobb az, hogyha hallom. Nekem de ezt az, hogy oldod meg ezt a hallásot? Tehát mondjuk oda kéred Fannit, hogy hangosan tanulj, és akkor vagy hogy van? Nem, igazából úgy tényleg, hogyha most még majd fogunk bejárni egy-két alkalommal, és akkor így átpörgetjük úgymond a tételeket, akkor onnan úgymond megjegyzem, és onnan tudom visszaidézni. És ez az iskola partner ebben mindig, vagy ez egy régi gyakorlat? Partner ebben az iskola így van, illetve mindig a felkészítő tanárok a vizsgára, vagy itt főleg az osztályfőnök kell beszéljük meg, és velük is megbeszéltük az időpontokat, hogy az írásbeli előtt, illetve az írásbeli, illetve a gyakorlati vizsga között, ugye már nincsen szorgalmi időszak, iskolában nem járnak, hogy mikor jönnek be, és akkor közösen leülünk, és akkor csak a tételeket beszéljük át újra, elmondjuk egymásnak, mi az, ami fontos, mi az, amit hangsúlyozni kell. Tehát ilyenkor már hát ilyenkor a pedagógus is vizsgázik, az így az van, igazság, ez az igazi megmérettetés. Hát én azt kívánom nektek, hogy az az izgulás, ami ilyen kitűnő eredményeket vált ki belőletek, az maradjon meg akkor kísérőtökként egy életen át, sikerüljön minden álmatok, és hasonlóan szerepeljetek az élet különféle vetékedőin, meg versenyein, és ne adjátok fel ezt a versenyszellemet, mert ez egy nagyon jó dolog. Meg az is jó, amit te mondtál, hogy én úgy gondoltam, hogy többre leszek hivatott, mert az egy belső késztetés, az egy mozgató rugó az embernek a mindig előréhez. Igen. Ez nagyon jó. Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt, hát szűkre szabott órában
Csopják Judittal, a Miskolci Ferenci Sándor Egészségügyi Szakgimnázium felkészítő tanárával, szakoktatójával, Varga Fannival és Varholik Dáviddal, a Szakma Sztár Fesztivál kitűnően szereplő két diákjával, és a fesztivál győztesével, mert ugye hát Dávidnak még van egyfajta megméretetése, beszélgettünk. Köszönöm még egyszer, hamarosan már híreket hallanak itt a Csillagpont Rádió műsorában, az FM 94-en, az MT Hírcentrum munkatársaitól a nap legfrissebb tudnivalóit hallják majd.